mutat a csárt. Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na nézzük, mi történt? Hát az történt, hogy emelkedtünk ugyan, de mi kevesebbet, mint az európai bőrzék. Ebből kifejőleg azt lehet mondani, hogy alul teljesítő volt a budapesti értéktős, de a tegnapi napon a kontinens más nagy piacaihoz képest a pux ugyanis 69 ponttal emelkedett, ez 11%-os plusz és 52.930 lett a vége az értékének szerdán. A forgalom az 11,7 milliárd forint volt, hogy látszik, most már be van ide ragasztva a forgalom ennyiért hajlandók üzletelni a 10 fennek. milliárd körül. Igen, sőt, 11, én mikor voltam utoljára itt a Dásban kedden, Aha. akkor is 11 és félről számoltam be a hétfői, forgalmat. hogy úgy látszik, hogy erre van kalibrálva most a hazai piac. A MOL az 8 forinttal esett a 2702 forintra, a, az OTP az, ami elég jól tudott produkálni, 1,4%-kal emelkedett 18.280 forintra, az pont 200 a több, mint a megelőző napi záróérték. Aztán 1,7%-kal emelkedett a Magyar Telekom 429 forintig, és a Richter Gedeon pedig 175 forintra vagy 2%-kal 8.110 forintra esett a Bumix, ugye a közepes papírokat tömörítő index az kicsit jobban muzsikált, fél százalékos plusz mutatott, ellenben a még kisebbek, az x kategória abszolút nem szerepelt jól, ugyanis hát emelkedő papírt nem is nagyon találtunk, a Gloster eset 1 kal a nap enyerté pedig 1,1-jel, ez utóbbi rémlik, hogy előző nap egész jól szerepet, meg az is, hogy egész jó forgalmat produkált, mert 27 millió forint értékben kereskedtek vele, ugye, ami egy X-tent kategóriás papírnál egész kiemelkedő. Na hát érdekes volt az Egyesült Államokban és a világ is a mai kereskedési nap. Ázsiában záráskor az a kép fogad minket, hogy a Hang -Seng és a Shanghai kompozit index vannak mínuszban 0,3-0,4 százalék körül, de mindenki más viszonylag jó pluszban zár. A Nikkei több mint 1 százalékkal azt mondja, hogy igen, többek között. Tényleg szóval azt lehet mondani, hogy a Nifty 50 Indiában 70 uh -huh. 0,7 os pluszban, és azt lehet mondani, hogy követik az Egyesült Államoknak a piacait, ahol a Nezdeknél látszik leginkább a visszapattanás, ugye 2 fölötti pluszban zárt a Dow Jones, majdnem 1 az S&P másfél százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, és úgy tűnik, hogy minden hír ellenére, nem minden hír ellenére, de voltak elég aggasztó információk például. Az FBI letartóztatott New Yorkban egy párt, és 3,5 milliárd dollárnyi kripto, lopott Aha. kriptovalutát foglaltak le náluk, ami esetleg így megrengethetné például az ezekbe vetett bizalmat. De hát nem nagyon mozgatta meg a kriptók árfolyamát. Ez, ezen kívül ugye volt egy elemzés a JP Morgan-től, ami azt mondta, hogy könnyedén 120-ra ugorhat dollárra az olajára, hogyha az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódik. És hát ez most 90 dollár körül van még mindig. De közben ugye volt a Pfizernek is jelentése, amiben ugye elég jó számokról számolt be, tehát azt mondta, hogy a Covid vakcináknak a eladásokban és a profitban nagy erős hatása volt, de 0,4%-os mínuszban van most a Pfizer árfolyama, ide-oda rángatják, nem úgy, mint a... Chipotle Mexican grill ami 10 os plusszal majdnem a legnagyobb teljesítő volt a New York értéktősdén. Azt mondja, hogy mi volt még, a Twitter is jól szerepelt. Én, igen, meg a, meg a Facebook 5,5 ja, százalékkal visszaugrott, fél fél a visszaugrott mm -hmm. igen, ezt azért követtem, mert belenyúltam a hulló késbe. És? Hát most éppen jó, először túlszaladt, mert 226-on gondoltam, hogy megvesz, aztán most lesz aztán még 10 dollárt, mm -hmm. ott volt az alja, és tegnap 232 n zárt, de de azért ezzel óvatosan kell bánni, mert valószínűleg egyelőre csak egy felpattanás lehet benne hosszú távon, most kicsit kiszerettek meta belőle. Részvény. A, a, meta részvényből, igen, a befektetők, hogy ez a gyors jelentés, ez sokkolta őket ezért is. A Ford az viszont vesztés. nem meta, ezért uh -huh. 3,6%-os pluszt hozott össze, az AT&T 2,5%-ot majdnem, mi volt még, amit akartam? Az Exxon mobil, ja igen, ott majdnem kétszázalékos mínusz lett a végére. Ja és Európa, hát Európa is egész jól zárt, London 1 fölött, Frankfurt 1,6 os pluszban. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na, mit írnak a kedves hallgatóink? Hát kérlek szépen azt, hogy Barbi áradozik, hogy annyira szereti bandi zenéit, és hogy ő követi a Spotify-on, ha lenne ilyen játszás. Ez listája. már egy új dolog. Köszönöm szépen. Igen. Majd csinálok egy ilyet. De egyébként ott, va ott van a millás reggeli playlistek. Ott vannak 2019, 20, 21. Úgyhogy hát a 22-es meg majd bekerül valamikor. Igen. Ezt már csak azért is beolvasom, mert Fergábor azt írt, hogy fogadjunk, hogy azt nem fogjuk beolvasni jellemző pedagógusoknak, vagy két hétig tartott összeszámolni, hányan nem dolgoztak, ha jó szakemberek lennének, harmadnap tudták volna ezt az adatot. Ezért vannak a magyar gyerekek a PISA felmérések alsó harmadában mindegy. Ezt azért olvastam be, mert ez egy kicsit ilyen zöldségnek tűnik nekem ez a vélemény, de elfogadjuk, hogyha ő így gondolja, akkor, akkor, nem, hát, akkor hát legyen így. Ha azt elfogadjuk, hogy így gondolja, Igen, de azt, azt, a véleményét <laughs> Mindenkinek meg lehet a véleménye. Sőt, mindenkinek meg is van. Tudod, mit szoktak rámondani, hogy milyen a vélemény? Mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikért. De mindegy. De egyébként kíváncsiak vagyunk. 0 Azért is 10 9 Azért is foglalkoztunk vele. Most próbál megfejteni, hogy ki lesz a hír szerkesztő. Én tudom, Czoller Andi lesz. Czoller Andi írja, hogy ma is én leszek. Jaj, Andika, hát jó. Van egy kis kilábolás szerencsére. Uh, ott ilyen egészségügyi állapotban um, Andi kislányánál, úgyhogy tökre örülünk neki. Reméljük, hogy egyre jobban is lesz, úgyhogy innen küldjük neki a pozitív csít. Czoler Andi jön, tehát a legfrissebb hírekkel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait!